biciklivel érkeztünk, a versenyért mindent megteszünk, a természetet szeretjük, a jutalmat meg elviszünk. Ötletes csapatindulók és felkészült fiatalok. A tanév utolsó úgynevezett jeles napját rendezték meg Gyirmóton, merre városunk iskoláiból érkeztek általános iskolások, hogy tudást szerezzenek és magukba szívják a környezet tudatos szemléletet, valamint hogy az öt állomáson legjobb tudásukat nyújtva megnyerjék a vetélkedőt. Ez az idei tanévben az utolsó jeles nap a környezetvédelmében, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából általános iskolások számára szervezett vetélkedő és túra. Egyrészt a tanösvényen, a nagyobb része a Horgászfaluban. Innen indulnak a gyerekek, én vagyok az első állomás, itt adok nekik rögtön egy totót az energiákról, amit kitöltenek, és az utolsó állomáson adnak le. Aztán vannak még további állomások. A tanulóknak nem mindennapi kérdésekre is választ kellett adniuk, hiszen a rendőrség környezetvédelmi bűnmegelőzési tesztjét is ki kellett tölteniük. Ez egy 13 plusz 1 kérdéses totó vagy teszt, ahogy tetszik. Ezt kellene nektek így kollektíven csapatba kitölteni, minél jobban lehetőleg. Amit én egyszerre meg is nézek, ki is javítok, és akkor a versenylapra fel is írjuk az első állomás eredményét. Egyébként a jeles napon az év madarával, a gyúrgyalaggal és az év fájával, a házi berkenyével is külön foglalkoztak a résztvevők, akik a harmadik osztálytól egészen a nyolcadik osztályig képviselték az egyes oktatási intézményeket. A harmadik negyedikesek szoktak a legjobbak lenni. Ugye az első másodikasok ők még kicsik, tehát ők relatíve egy rossz eredményt mutatnak, de mivel önmaguk között értékeljük őket, ezért ez nem annyira látványos. Tehát ugye az egészhez képest ugye ők szokták a leggyengébb teljesítményt nyújtani. A harmadik negyedikesek a legjobbat, aztán az ötödik hatodikasok és a hetedik nyolcadik szokott általában a legkevesebb pontot elérni. A vetélkedő végén minden résztvevő kapott oklevelet és ajándékot, a következő jeles napot pedig ősszel tartják Gyirmóton, akkor akadályversennyel várják az érdeklődőket.